Mendelssohn ritkán játszott C-dur trombita nyitánya, émol hegedű versenye és az A-dur szimfónia szerepelt a keddesti hangverseny műsorán. A koncertkarmestere Erdélyi Dániel volt, aki gyermekkora nyarait Nyíregyházán töltötte a nagyszüleinél. Az operaház karmestere nagy örömmel vezényelte Mendelssohn műveit. Mendelssohn egy olyan remek komponista, aki fantasztikusan nyúl vissza a régebbi koroknak a zeneszerzési technikáihoz, és egyszer is mind mutat előre a romantikába, szóval nagyon jól ötvözi a romantikus zenei nyelvezetet a régebbi koroknak a zeneszerzési technikáival. A klasszikus zeneművek egyik legnépszerűbb darabja Mendelssohn émol hegedű versenye, melynek szólistája Nyári László, junior primadíjas hegedűművész volt, aki a világ sok országában koncertezett már. Jelenleg egy 1726-ban készült hangszeren játszik, amely a világhírű hegedűművész Zatureczky Ede hegedűje volt. Nyári László, aki a Magyar Rádió zenekarának szólamvezetője, korábban is fellépett már a Filharmónia Magyarország koncertjén Nyíregyházán. Ez a mai este, ez számomra azért különleges a műsor kapcsán, ugyanis a Mendelssohn hegedű verseny volt nekem az első olyan hegedű verseny, amit gyerekkoromban eljátszhattam zenekarral, 15 éves koromban. Úgyhogy ez most nekem egy nosztalgikus koncert lesz ez a mai. A Filharmónia Magyarország bérlet sorozata márciusban a Talamba ütő együttes és Horgas Eszter Francia szerelem című koncertjével folytatódik majd. A műsor a francia impresszionizmus korába repíti a közönséget.